Kamerán kívül említetted, hogy az idei év igen rendhagyó az őstermelők-kistermelők világában. Ezt hogyan értetted? Mit tudhatunk erről? A meteorológusoktól is tudhatjuk, hogy a mérések kezdete óta konkrétan a legcsapadékosabb nyarunk van, ugye minden tekintetben rendhagyó. Mondhatjuk, hogy a globális felmelegedés, azt emlegeti mindenki, de valószínűleg ez így nem igaz, nem helyes, hisz nem felmelegedés van, most is tapasztaljuk, hanem inkább változás, tehát globális klímaváltozásunk van. Ugye, mint tapasztaljuk, felborultak a hónapok, nem az van. Ugye április végéig konkrétan aszály volt, télen nem volt csapadék, aztán hirtelen bevágott a csapadék, azóta azt kapjuk folyamatosan jó nagy szelekkel. Ugye szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a jég az általában elkerül minket. Ez visszavezethető a Körös meg a Tisza úgymond védvonalára, általában el szokta vezetni azokat a zivatar felhőket, ami ugye szétverhetne minket is. Alapvetően ugye tudjuk, hogy legszárazabb pontja vagyunk, egyik legszárazabb pontja az országnak, ennek is köszönhető, de én azt mondom, hogy inkább öntözzünk, mint hogy mindig szétverje a jég. Úgyhogy konkrétan most erről van szó. Ugye a zöldség, gyümölcstermesztés, meg dísznövénybe nagyon komolyan belevág ez, hogy állandóan eső van, állandóan fúj a szél. Hogyha esetleg lehetne is mivel védekezni, akkor fizikailag képtelenség kijutatni azt a permetszert. Utána már esetleg érik az a fajta, akkor már ugye nem megyünk rá. Hát nyilvánvalóan én is, meg a családom is azt fogyassza, azt nem lehet ugye eladni, édésben nem permetezünk semmivel. Innentől kezdve az van, hogy a tavalyi fagykáros időszak után ugye folyamatosan éréskor mindig van veszteség, vagy a szélkár miatt, vagy pedig a rohadások és egyéb károsítók miatt. Ugye a kártevőket igazából a víz, meg ez a hűvösebb idő nem befolyásolja hátrányosan, ők ugyanúgy ott vannak. Védekezni ugye a csapdázásokkal, stb. Nem igazán tudunk, mert mindig szétveri az eső, állandóan leborítja a szél. Ők oda mennek a kis gyümölcsre, falatoznak belőle, a poloska a kis szipókájával szépen megszúrja, általában alkonyat tájékán, másnapra van egy kis besüppedő kis foltocska, ugye a csapadékos párás időszakunk miatt, meg ugye fogja magát, és a monilia, meg a szürkepenész azonnal ott van rajta. A kártevők ellen, illetve az időjárás viszontagságai ellen védekezni annyira nem lehet, de hogyan tudtok alkalmazkodni hozzá, inkább úgy kérdezem. Konkrétan az van, hogy előre menekülés van, tehát szelektálunk. Tehát ami az utóbbi három évben úgymond jól vagy kiemelkedően bizonyított, azt kell továbbvinni a termelésbe. Nyilvánvalóan a fenntartásban ez nem szólhat bele, mert ugye mi fajta fenntartók is vagyunk, génmegőrzés keretében, stb. Tehát azokat a fajtákat ugyanúgy fenn kell tartani. És innentől kezdve, hogy dolgozunk fel egy csomót, meg nem szedünk róla semmit, ez majd, hogy nem veszteséges, de ugye az utókornak ezt fenn kell tartani. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, lehet akkor meg ilyen aszályos sivatagi időnk lesz, akkor majd más gének kellenek. Most ugye, ami a utóbbi 3 évben ugye esetleg bírta a fagyokat, bírta az aszályt, hirtelen ezt a nagy vizet rá, kártevők sem szeretik annyira, de egyébként a fogyasztás értéke akkora, hogy érdemes fenntartani, azt kell tovább szaporítani. Tehát ezt csináljuk, menekülünk folyamatosan előre. Tehát a nagy fánkból általában az van, hogy hagyunk valami kis alsó leágazást, az általában kora tavasszal vissza van vágva, és mint ahogy a méhészek csinálják a csendes anyaváltással, szépen az kap bele egy oltást, vagy egy szemzést, ami éppen megfakad, és akkor vázágonként szépen megyünk fel a lefele. Tehát az a fa, amelyik egészséges, nem vírusos, tehát ránézésre termőképességének a csúcsán van, azt nem érdemes, illetve pocséklás kiszedni. És akkor így próbáljuk mi ezeket úgymond lecserélni. Hát más megoldás nincsen. Tehát azok a változatok, ami esetleg fagytűrő, jól köt, és mondjuk hozna egy 100%-os termést, de érés előtt mondjuk a kártevők nagyon szeretik, vagy lerohadt, leszedünk egy 10-20%-ot, azt ugye nem szabad fenntartani, nincs értelme. Mármint termelői szempontból. Más értelme lehet, hogy van, mert lehet, hogy olyan géneket hordoz, amit érdemes megmenteni az utókor számára, de mindenképpen ez az utóbbi 3 év egy óriási szelekció a fajták tekintetében. Hogyan látjátok a jövőt? Említetted, hogy csúszás van az évszakok terében, a hónapokban. Így gondolom, a munkálatok is elcsúsznak. Hogyan látjátok a jövőt?
ugye folyamatos csúszásban vagyunk, bármennyire is furcsa, nem csak az átlagembernél van vihar, hanem olyankor nálunk is. Tehát sűrűn van olyan, hogy ugye kint árusítunk, jönnek oda, hogy őszibarasz vagy bármi más, hát mondom elnézést, de hát esett az eső, éjszaka meg alszok, és akkor valaki nem is köszön, csak sarkon fordult, megy tovább, meg van sértődve szegény. Tehát ugye mi is átlagemberek vagyunk, emberből vagyunk, és tudomásul kell menni, hogyha eső van. Elég egy 5 perces eső, tiszta víz a fa, onnantól kezdve nem lehet ugye alá menni, nem lehet belemenni, mindaddig, amíg egy picit meg nem szikkad, akkor nem lehet valamit csinálni. Innentől kezdve egy csomó minden torlódik, tolódik, valami konkrétan ki lesz hagyva ebbe az évbe. Van egy fiatal csemegeszőlő telepítésem, zöldoldással szépen elkészítettem az alanyokba, kis picike pálcikára fel lett futtatva, mondom, ma júniusban szépen megkapja a támrendszert, meg a húzat, semmi, tehát el van terülve. Nem is tudunk közé menni, nem tudunk vele mit csinálni. Van egy másik terület, amit fel kell ugye tölteni, földel, mert egy-két lapályos rész van benne, közelébe sem tudunk menni. Úgyhogy ezek biztosan csúszni fognak. Reméljük, hogy az őszi időszakra azért egy picit szárazabb időnk lesz, mert akkor meg ugye kezdődnek a telepítések. Tehát amint lemegy itt a gyümölcs-zöldség szezon, a szedések, a kiértékelések, utána azonnal bele kell menni a következő lépésbe, a telepítésekbe. Úgy tűnik, hogy mezőtúron az igény egyébként az őstermelői, meg a kistermelői dolgokra nagy, illetve folyamatosan növekszik, mi meg igyekszünk szolgálni, tehát igyekszünk felzárkozni az igényekhez. Ez ugye a mai korban nem könnyű. Visszatérve, ugye hogyan próbálunk alkalmazkodni, az egyik ugye sarkalatos pont a fagyvédelem. Kajszinál elképzelhető, illetve a csonthéjasoknál ráéreztem valamire. Idei évben hát nagyon szerény termésünk volt, de azért nekünk volt, míg másoknak nem. És olyan fajtánkban is volt, ami másnak teljesen lement, nálunk meg azért egy 1/3 termés azért látható volt. Jelen pillanatban nem megyek bele, hogy mit követtem el. Konkrétan most várom majd a következő késő tavaszi fagyot, hogy ismét megismételhessem, és ha akkor az működik, akkor kimondhatjuk, hogy van egy új módszer, amivel esetleg lehet csökkenteni vagy mérsékelni a fagykárt. Bizonyos fajtáknál ki is marad. Tehát most is volt olyan fajta, ami 100%-os termést adott. Nyilvánvalóan, amit az előzőekben mondtam, ezeket kell ugye továbbvinni a termelői szegmensbe.